Kevesebb prostatarákkal szembesült férfi küszködne vizelettartási gondokkal, szexuális problémákkal, és a betegek életkilátása is javulnának, ha foglalkozna velük gyógytornász. Ezzel a mondattal kezdem azt a beszélgetést, amelyet Kapitány Zsuzsanna gyógytornásszal, a rákbetegeket képviselő Gyógyulj Velünk Egyesület vezetőségi tagjával folytatok a következő percekben. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a telefoninterjút. Ön a legutóbbi konferencián, szakmai találkozón elmondta, hogy a prostatarákos betegek többsége nem kap segítséget a gyógytornásztól, holott az javítani az állapotukon és az esélyeiken. Azt is kifejtette, hogy tulajdonképpen miért nem kapnak segítséget. Hát miért nem kapnak segítséget? Igen, nagyon köszönöm a megtisztelő felkérést. Azért azt szeretném hozzátenni, hogy sajnos ez nem csak a prosztata daganatos betegekre érvényes az a mondat, amit az előbb mondott, de hogy mégis ez egy kicsit egy mostohább terület, ez részben azért van, mert gyakorlatilag nincs integrálva a kórházi osztályokon ehhez a betegcsoporthoz, nincsenek integrált gyógytornászok, olyan problémákról van szó, amiről nagyon sokszor a betegek sem szívesen beszélnek, az érintettek sem szívesen beszélnek, és nagyon összetett a probléma. Tehát a gyógytornászoknak a képzésébe is különböző klinikai területekre képezzük a gyógytornászokat, de amikor egy ilyen komplexebb problémakör van, és ráadásul az sem könnyíti a helyzetet, hogy a férfi társadalom sokkal inkább zárkózott, tehát amíg nőgyógyászati betegségeknél már erről sokkal könnyedébben tudnak beszélni és fordulnak segítségért, ez a férfiaknál egyelőre még nem annyira általános. A probléma az nagyon összetett. Ugye lehet valakinek a műtétet követően fennálló mindenféle panasza, de lehet az is, akinek az onkológiai kezelések, vagy egész távoli mellékhatások okozzák a problémát. Az egyik ilyen nagyon markáns gond egyébként valóban ez a vizelettartás és az egyéb szexuális funkcióknak a csorbulása, hogy így mondjam, mert nem csak a műtét, hanem a sugárterápia is befolyásolni tudja ezeket a funkciókat, és egész egyszerűen segítség nélkül, hozzáértő szakértő segítség nélkül ezek krónikussá válnak. Most valljuk be őszintén, ha valakinek nincs kontrollált vizelettartási, ürítési folyamata, az egy idő után nem szívesen hagyja már el az otthonát sem, hiszen egy állandó szorongásba él, hogy odaér, nem ér oda, talál mosdót, nem talál mosdót. Tehát ezen kellene először is egy nagyon nagyot lendíteni, és ez az egész prostata program, ez tulajdonképpen erről szól, hogy egy valahogy ki összegyűjtsük, és ki tudjuk szedni azokat a férfiakat ebből az állapotból, akik erre nyitottak. Hát egyszer meg kell győzni a férfiakat, fel kell oldani a gátlásosságukat, és ezt a szemérmességet valahogy, ezt a szemérmesség okozta falat át kell törni, ez az egyik legfontosabb. A másik, hogy tudjanak róla, mert hiszen ön is hangsúlyozta, így hogy van. Nem ismerik a lehetőségeket, nem érik el a gyógytornászokat, tehát a tájékoztatás területén is van mit helyrehozni. Jól mondom? Igen. A harmadik pedig az, hogy önmaga is akarjon ennek részesévé válni már, mint hogy az élet minősége jobb legyen. És itt a mozgás az, amire rendre fel kell hívni a figyelmet. Hát tulajdonképpen milyen összefüggésbe hozható el a gyógyulás meg a mozgás között, milyen összefüggés van? Hát alapvetően már egyébként a betegség megelőzésébe is nagy jelentősége van. Voltak felmérések, nem hazai felmérések, hanem skandináv országokban, ahol például azoknál a férfiaknál, akik az életük során aktívan, rendszeresen fizikai mozgást végeztek, tornáztak, sportoltak, vagy egyszerűen olyan volt a munkakörük, lényegesen kevesebb számban jelent meg náluk a prostatarák, illetve ami még elmondható, hogy a
a BMI index, ugye az egy testtömegindex, tehát a testsúly felesleg, a túlzott elhízás például egy megjelenő prostata problémát, prostata daganatot is sokkal agresszívabbá tud tenni. Tehát az egyik része ez a egyfajta balanszban tartás, a másik pedig, ami nagyon fontos, hogy a kezelésekkel sokszor előfordul, hogy például hormon tartalmú gyógyszereket kapnak ezek a betegek. Ezek csontvesztéssel járhatnak, 1-2% éves csontvesztéssel járhatnak, tehát bizonyos prostata daganatos betegeknél például a gerinc, ami ugye a bázisát képezi az életünknek, hiszen hogyha nincs egy megfelelő tartása a testnek, akkor az rengeteg balesetnek lehet a forrása. Az egyéb más kezelések például megváltoztatják a betegeknél a koordinációt, az egyensúlytartás bizonytalanná válnak. Ugye az korábban említett inkontinencia vagy egy nehezített ürítési folyamat, ezek mind-mind gyógytornával, célzott mozgásterápiával nagyon-nagyon nagy mértékben tudja segíteni az életminőségnek a javulását, illetve ennél sokkal több, mert az életkilátásokat, tehát ugye az életkilátásban már egy időfaktor is benne van. Egyébként, amit mondott, az csak azért vagyok óvatos, hogy a férfiak gátlásosabbak, mert őszintén, én ugye nem vagyok férfi, az valószínű, hogy látjuk, hogy nehezebben megfogható, de amit viszont tapasztaltam, hogy pozitív példákkal, tehát amikor van egy gyógyult beteg, vagy van valaki, aki nagyon-nagyon súlyosan érintve volt a problémával, és valóban a fizikai aktivitással eléri azt, hogy 10 éves túlélő aktívan éli az életét, jól van, ritkulnak a kontrollok, tehát majdhogy nem egy egyensúlyban lévő életet tud élni. Ezek a minták, amik férfiaktól jönnek, ugye, mert az ő érintettsége, ezek szerintem nagyon komoly húzóerőt tudnak jelenteni a most érintett betegek számára. És még egy fontos dolog, hogy azt tapasztaltam, hogy meg kell találni azt a mozgásformát, amiben öröme lesz az érintettnek, meg ami elérhető számára. Tehát nem kell magasra tenni a létet. Valakinek önmagában az, hogy naponta, 2 naponta sétál 1 órát, már egy óriási ugrás a korábbi életviteléhez képest. De hát azért vannak olyan prostatadaganatos betegek, vagy a daganattal együtt élő betegek, akik nagyon-nagyon aktívan sportolnak, futnak, intenzíven kifáradnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle lehet ez a lehetőség. De én most kicsit visszakanyarodnék, kedves Zsuzsanna, a felismeréshez. Tehát akkor, amikor kiderül valakiről, hogy beteg, amikor prostatarákot diagnosztizálnak nála, akkor nem tájékoztatják őket a lehetőségekről? Egyrészt biztos, hogy lehetne szélesebb körben tájékoztatni a betegeket, de azért azt tudom más onkológiai betegek vonatkozásába is, hogy amikor valakit egy ilyen diagnózis utolér, akkor az egy kicsit vagy nagyon, ugye ez habitustól függ, de ilyen sok hatás alá kerül. És lehet, hogy még olyan betegek is, akiket nagyon korrektül tájékoztattak, mert belefér az orvos idejébe. Ugye ez egy nagyon sok tényezős dolog, hogy miért nincsenek megfelelően tájékoztatva a betegek, de még azoknál is, akiket tájékoztatnak, sokszor nem tud mindent befogadni, minden információt befogadni, és őszintén, amikor ott van az, hogy műteni kell onkológiai kezelést, lehet, hogy ez egy ilyen nagyon perifériás mondat, amire ő így nem is biztos, hogy felfigyel. Tehát én azt gondolom, hogy a szakmának, a gyógytornász társadalomnak ebbe azért van felelőssége, hogy hogyan tudjuk mi a saját szakmánkat integrálni ezekbe a különböző onkológiai területekbe. És ha már erről beszélünk, hagyd mondjak egy nagyon pozitív dolgot, hogy gyógytornász kongresszus volt nem olyan régen, 2 hete, és hát először volt az, hogy egy ilyen országos rendezvényen, ahol 700 gyógytornász regisztráltatta magát,
téma volt a prostata daganat és a mozgás vonatkozásába. Úgyhogy nagyon megtisztelő volt, hogy a nyírádi tanárról, az urológiai klinikának a vezetője leutazott közénk, és igazán úgy éreztem, hogy meg tudta szólítani ezt a társadalmat, a gyógytornás társadalmat. És elmondta, hogy van vele dolgunk. És elmondta, hogy a rendszeres fizikai aktivitásnak milyen pozitív hatásai vannak. És Nagyon is elmondta, sőt, nem csak hogy elmondta, hanem hát különböző kutatásoknak az eredményeire hivatkozott, ami ugye a szakmán belül nekünk nagyon fontos, hogy a pozitív szavakon túl, meg a biztatáson túl, ugye minden abban az irányba halad, hogy azért evidenciák kellenek. Ugye az evidenciák, kutatások, hogy mérések vannak, túlélési ráták vannak, ezek nagyon-nagyon fontosak voltak számunkra, és úgy éreztem, hogy valami nagy előrelépés történt, úgyhogy sok-sok közös jövőbeni tervünk van a témával kapcsolatban, és hát mint ahogy be is mutatott engem, hogy a Gyógyulj Velünk Egyesület, ez egy civil szervezet, ugye, akik szintén felkarolták a Janssen cégnek, a gyógyszercégnek a támogatása, ami azért nagyon fontos, mert ez a fajta széleskörű társadalmi felelősségvállalás egy gyógyszercég részéről, ahol neki semmiféle közvetlen érdekeltsége nincs, ez szerintem példaértékű, és nagyon nagyban elősegítette, hogy egyáltalán ez a program el tudott indulni. Szakmai filmet készítettünk, ami elérhető lesz az érintettek számára, brosúrát képanyaggal, hogy otthonába is tudja valaki végezni ezeket a gyakorlatokat, és hát kicsi lépésekkel, de egyértelműen elindultunk szerintem egy közös úton, ami hát mindannyiunknak az érdeke. Ez az a bizonyos 1000 lépés program, ugye, amelyre most utalt az imént. Így van. És hát utaljunk egy kicsit a tabu döntésre is, mert ebben mindannyiunknak szerepe van. Érintettenek, orvosnak, a gyógytornásznak, a családtagnak, mindenkinek, mert ugye azt szokták mondani, hogy az infarktusról vannak betegségek, amikről beszélünk, amiről nem szívesen. Hát beszélni kell, csak azért is beszélni kell, hogy a saját tapasztalatát minél többen emberrel megoszthassa az ember, hogy minél többen rádöbbenjenek arra, hogy na lám, ő mozog, ő erre vitte, túlélési esélye lényegesen jobb, életminősége lényegesen jobb, hát akkor én miért ne csatlakoznék hozzá? Igen, ez nagyon, nagyon így van, ahogy mondta. Egy apróságot még elmondanék, hogy tulajdonképpen már sokszor azon is elgondolkodtam, hogy valami közös nomenklatúrát kellene kialakítani, mert nagyon sokszor ugye nem találjuk meg azokat a magyar szavakat, azokat a kifejezéseket, amivel egy adott problémát, mondjuk egy beteg így el tudna úgy mondani, keresi a szavakat, részben persze szeméremből, részben más okokból, hiszen kulturális, egyéb gyökerektől függ, ugye, hogy ki hogyan tudja kifejezni magát, de azért ebben is segíteni kellene, hogy bizonyos kifejezéseknek az értelmezését egységesíteni kellene, mert ez segítene mind a szakmának, és segítene meg az érintettnek is. Nekem tudja, mi jutott az eszembe? Van férfi gyógytornász? Van. Egyre többen vannak egyébként. Igen, azért kérdezem, mert ugye itt a szemérmességről mindenféle formában beszéltünk már, ilyen-olyan megközelítésben, és hát a szemérmesség szempontjából, pláne ebben a konkrét esetben, hogyha a prostatarák és a rákos beteg és a gyógytornász együttműködéséről van szó, hát el tudom képzelni, hogy nagyobb népszerűségnek örvendenek akkor a férfi gyógytornászok ilyen esetben. Igen, ebbe sok igazság van. Magában ebbe a programba is bekapcsoltunk egy volt tanítványomat, aki nagyon szívesen vette be részt, és tulajdonképpen pontosan ezt a távolságot tudja egy kicsikét leszűkíteni. De azt kell, hogy mondjam, hogy a nőgyógytornászoknál is
keresni kell azt a kapcsolati módot, ahogy ezt a problémát meg tudja oldani egy férfi betegnél. Én azt hiszem, elég kimerítően beszéltünk erről a témáról, és utaltunk ugye a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társaságának az országos kongresszusára is, igen, ahol összefoglalóan sok minden elhangzott erről a témáról, amire majd időről időre visszatérünk, hogy na, milyen eredményt sikerült elérni, hány embert sikerült meggyőzni, és hány embernél sikerült eredményt elérni. És ebben azt hiszem, hogy közös az érdekünk, közös a célunk, úgyhogy az együttműködés adva van a jövőt igen, illetően. Igen. Örömmel fogok bármikor egy rendelkezésre állni, jó? Mert már vannak lépések előre, de majd a következő alkalommal. Jó, legyen akkor a következő beszélgetésünk témája. Nagyon szépen köszönöm, kapitány Zsuzsanna gyógytornászt. Hallották a rákbetegeket képviselő Gyógyulj Velünk Egyesület vezetőségi tagját, és majd hallani fogják még. Most már ígéretet is kaptunk rá a Csillag.rádió műsorában. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont hallásra, minden jót.